Ennél az asztalnál csákót és pártát készítettek a gyerekek. Pintér Lőrinc minden programba bekapcsolódott. Az állandó kiállítás nagyon sokaknak tudom ajánlani, nagyon jó. A beöltözést az mindenki próbálja ki. A fegyverek használata az még gyerekeknek nem, szóval azt inkább nem, de a beöltözést azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Török Mária unokáival érkezett a családi délutánra. Itt éppen ügyességüket tették próbára a lányok. Két kis unokámmal gyönyörködünk, egyrészt a kiállításon, már sokadik alkalommal, másrészt pedig nagyon jó együtt ismereteket szereztetni velük, és nekem meg nosztalgiázni itt a helyszínen. Második alkalommal hívta idén családi délutánjára az érdeklődőket a Göcsei Múzeum. Ezúttal a 176 évvel ezelőtti történéseket idézték meg. Hat helyszínnel készültünk, ahol a gyerekek megismerkedhetnek korabeli fegyverekkel, azzal, hogy milyen ruhát viseltek a huszárok vagy a nemzettőrök. Aztán vannak ügyességi játékaink, ahol vitézképzőként egy kicsit készülhetnek a későbbi csatára. Aztán van a fényírdánk, ahol egy reformkori ruhába beöltözve fényképezkedhetnek, aztán kézműves feladatra is készültünk. Az állomásokon Kossuth bankot gyűjthettek a gyerekek, amit a nap végén csokoládéra cserélhettek.